Újra itt a nagy csapat, kedves nézőink, amint látják a pályán a két gárda megyei első osztályú rangadó mérkőzés. Tiszta pirosban a rakamaz, hazai pályán fehérmez kék nadrága, jelenleg tabella vezető Balkány csapata. 1-0, a 38. percben Majoros szögletből fejessel vezetéshez juttatta a hazai csapatot, és arra várunk, hogy Veres János játékvezető útjára engedje a találkozót, még körbenéz, szóváltás, és aztán mehet majd a játék. Kíváncsian várjuk tehát, hogy Mirgai László, a vendégek mestere, mit talált ki a második félidőre. Volt rendesen helyzete a Balkány csapatának, akár a vezetést is megszerezhette volna, ne felejtsük el Bogdanovics kapufáját. Hortó Attila tette tovább közben. Hazaiak cseréltek egyet, Gékény jött be a pályára, és szerintem ez egy jó dolog volt, jó döntés volt Madalina Györgytől, hiszen Petruska már nagyon összeakasztotta a bajszát a Balkányi kettessel, Lakatos Tamással, és ezt megelőzően úgy döntött Madalina György, hogy lehozza. Lehet, hogy nem ez volt elsősorban az indok, de jót tett a csapatnak, tegyük hozzá. Vendég szöglet rögtön a második félidő első percében. Szabó végzi majd el, ha jól láttam. Egy kicsit kiesik a kamera szögből, de hát ez nem miattunk van. Ha arrébb fordítanánk a kamerát, akkor meg épp egy oszlopot látnánk. De semmi gond, jön a szöglet, többen is beindulnak ott középen, és aztán a labda Szobonya Gábor kezében kötött ki. Csúszik továbbra is rendesen a pálya. Ezzel együtt nem volt nagy baleset, ha lehet így mondani. Most viszont egy szabadrugás, a Balkányi csapat végezheti majd el. Suskó volt fegyelmezetlen, mondhatjuk így, de be kellett lépni ebbe a történetbe, mert nagyon jöttek előre támadásban. Így most Hortó Attila, a csapat kapitánya végezheti majd el ezt a szabadrugást. Nem is olyan rossz szög ez. Veres János rendezi hátrébb a sorfalat. Lippai is ott a berobbanók között, és volt egy csere, Jakab Rihárd jött be 22-essel, ő pedig a lepattanóra. No nézzük, Bogdanovics is térő fordul, aztán hát ettől jobbat vártunk Hortó Attilától, de ez lett belőle. Szobonya Gábor kapus kezében a labda, komótosan teszi le, az eső továbbra is esik, a pálya továbbra is nedvesedik tőle. De hangsúlyozom, hogy Tócsa legalábbis nem látszik innen föntről. Eljött a kirúgás, ott volt egy lökés, Szabó Márton lökött, megtámasztotta Suskó Ádámot. Hok a szabadrugással, Suskó. Pöci előre, Lakatos Gégény elől könnyűszerrel. Balkányi dobás, mert el is végezték a fiúk. És jöhet a Balkányi támadás, Bogdanovics. Hortó kéri, kapja, aztán Bogdanovics vissza, jó a csel, Bogdanovicsot csak visszarántani tudták. Hortó Bogdanovicshoz, benne a 16-oson belül Bogdanovics, Deme tisztázott előle, hát nem volt ez semmi szerintem. De az én vagyok, aki ezt mondja, nem pedig a játékvezető. A játékvezető viszont azt mondja, hogy szöglet Balkán javára. Szabó Márton végzi majd el a szögletet. 50. perc. 1-0 a rakamaz javára, nézzük a Balkányi szögletet, jó a csúsztatás, Deme hátáról pattant ki.
aztán egy visszarúgott labda, és ott van az egyenlítő gól a semmiből szinte, hiszen csak egy visszatett labdáról van szó. Suskó lábát is érintette az hazaiak 15-ösét. Na nézzük, ott kitölelgetnek nagyon. 20-assal Kálai Gábor, tehát az egyenlítő gól szerzője. Az 50. percben szöglet után egy kipattanó labda került vissza a kapu elé. És jön a Balkányi petárda. És az eső még jobban rákezdett. Hortó emeli föl. Merre vett labda. Bogdanovics nyúlt oda. Nem volt szabálytalan a szerelés. Dobás követően. Tovább ez így jó. Gégény viszont lesen. Hiába. Már les volt. Veres János. Játékvezető jól érzékkel engedett tovább a támadás, Gégélesre futott, ez meg nem nyílt TikTok, hiszen ezért jár most a szabadrugás a Balkán javára. Egy-egyes állásnál Bogdanovics, feje fölött elcsúszik a labda. Csáki tette haza, Szobonya pedig előre. Lukács fejéről került ki a labda. Hortó. Újabb dobás. Kálait sikerült szerelni. Az egyenlítő gól szerzőjét. Hortó keres társat, aztán talál is. Bizony Kálai, majdnem Bogdan, még így is jó lehet. Jó bizony, óriási védés. Bogdanovics elé került a labda, és most talán tud tisztázni. Szabó Márton volt az, aki kapura lőtte. Nagyot védett most Szobonya Gábor. Erre szokták mondani, megéri a pénzét, de Szabó Gábor továbbra is a jobb oldalon. Még mindig Szabó, most már lassan lőhelyzet, megint Bogdanovics. Pöcizi tovább, de lehet, hogy jobban tette volna, egyből kapura lövi. Hortó. Hát most a Balkán kezében az irányítói pálca, de rakamaz fordíthat támadásban. Anderka. Hortótól. Kerül a gyepre, és Hortó kap egy sárga lapot. Tegyük hozzá megérdemelten. Sárga lapokat tekintve is döntetlen az állás, 1-1, meg a gólok számát is nézve. Deme a labda mögött, minden a helyére került, Deme íveli előre, Lakatos mellel tovább, és fordulhat a Balkány, Bogdanovics mutatja magát, kapja is. Megtorpant, nem mertek a fiúk. Pedig ezen a talajon én továbbra is váltig állítom, hogy egy jó csel, ha meg tud kapaszkodni az ember a talajon, akkor a védőt nagyon el lehet küldeni. A Lukács próbált itt tempót váltani itt a szélen. Elesik, mint szabad rugás, mint szabálytalanság. 22-essel Jakab Richard nem tudta megszerezni a labdát. Egyel csúszást követően Lakatosnál. Most egy kicsit csapongó a játék. Lakatos teszi ki. És Bogdanovics már hozzá sem nyúl, mert lesen volt. Egy kezezés követően Balkányi
Szabadrugás után Hortó nyújtja meg. Fejről pattan tovább Varga a füvön. Nem véletlenül. Jakab teremtette oda. Egy kis idegesítő sportszerűtlenség, de hát ez benne van a játékban. Még megmenthető, talán igen. Jó volt a csel, Ohár. Ez is megér egy sárgát, Majoros. És Majoros nem kap sárgát, pedig de megkapja. A Somogyi Márkot húzta le, nem Ohárt. És persze Majoros azt reklamálta, hogy már előtte kint volt a labda a cselnél, de ez semmit sem változtat, megkapta a sárgáját szabálytalanságért. Nehezen, de sikerült elvégezni. Szabó, illetve Kállai. Ohár egyel tovább. Lakatos. Jó a befele csel, fölnéz, kinek lehetne adni. Aztán Lukácsot választotta, nyilván nem direkt. Ohár kapja vissza, jó a passz, tovább Kállai, és ott van Bogdanovics, aki, mondanám én, hogy gólt lő, de előtte már volt egy les. Kállai volt lesen, és Kállai megsérül, úgy tűnik. Ott marad a gyepen. Úgyhogy nincs Balkányi gól. Hiába lőtte be Bogdanovics, már Kállai lesen volt. Marad az 1-1. Mérkőzés állás. Lassan-lassan eltelik egy negyed óra. A második fél időből is. Balkány játékán látszik, az akarat nagyon akar, nagyon a gól után, az egyenlítő gól után. Fontos számukra nyilván a győzelem, hát persze a rakamazik csapatnak is hazai pályán. A vezetésből most egyelőre döntetlen. Jól fölmászott a hátára Ohár. És fordulhat a kocka Szabó Márton. Ohár előtte, Szabó. Egy szabálytalanság. Kóka teszi szét a kezét. Szerintem nem volt semmi. Hortó Attila a labda mögött. Ez egy jó 30 méter, de akár érdemes innen is megpróbálni. Továbbra is ugye csúszik a pálya, esik az eső. Most már azért vannak rajta sérülések, hegek elég rendesen. Hortó tehát kétszemélyes sorfal, és most jöhet Hortó, egy ívelés, csúsztatás! És bizony ott volt Bogdanovics a kipattanóra, de Szobonya Gábor remekül vetődött rá. Hok. Kóka. Gégény. Na nézzük ki a gyorsabb kettes. Lakatos vagy Varga. Csere a hazai gárdánál. Madara György újabb csere, és az első fél időben is a csere jót tett a csapatnak. Kettessel éppen Varga, aki nemrég vágott ki egy nagy sprintet, jön le a pályáról. És a messzámozás tekintve hetessel Vencel Imre érkezik helyére. Jöhet a bedobás.
bedobás csere történt, amint látták, közben én beírtam a cserét, azért voltam egy kicsit csendbe. Balkány araszol előre dobásokkal. Ez könnyű préda Hoknak. Nézzük, lesz a rakamazi akció. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, sőt, balkányi fordulat. Kálla itt teszi tovább. Bogdanovics elpöcizné még, de aztán érkezik a védelembe Vencel, és segített. Meg 17-essel Hokk Ádám még oda tudott nyúlni. Az viszont nem változtat azon, hogy szöglet. ...61. percben járunk, második félidőben, 1-1-es állásnál többen is próbálnak berobbanni a balkányi csapatból. Hokk is, na nézzük, megy át a hosszúra, Szobonya öleli magához, nem volt a környékén semmi, és senki, tiszta ügy mondhatnánk, és aztán nem tudom miért rúgja ki Szobonya értetlen módon számomra, Gégény mögé, de nem is csak mögé, hanem vagy 10 méterrel mögé. Indulhat a balkányi akciót követően. Egy rakamazi támadás. Les. Anderka volt lesen. Jogos a szabadrugás. Lakatos teszi vissza. Kondor nyújtja meg. Kálai. Kicsit megpatan a labda előtt, ez már elég volt ahhoz, hogy megzavarja. Na nézzük. Lukácsot, Lukács befelé. Majorosnak a passz, igen, kevés a játszótárs. Pontosan ez volt most a probléma. Gégény. Sikerült őt szerelni, és Bogdanovics. A több a piros mezes, az biztos. Bogdanovics most teszi le a labdát. Ohár, Ohár, megpattan a lövés. Szöglet belőle, Deméről került ki a labda az alapvonalon túlra. Újabb vendégszöglet. 1-1-es állásnál. Nagyon népszerű ez az oldal. Innen már több szöglet is született, és lényegében a gólok is innen születtek. Erről a helyről. Rakamaz is az első félidőben, és a második félidőben innen történt a szöglet, aminek a végén, ha nem is közvetlenül, de közvetve lett az egyenlítő gól. No, lássuk most, mi lesz. Amit láthattunk, az az, hogy Kálai Gábor fejelt fölé. Jöhet tehát egy kirúgás, ismét Szobonya Gábor kapus baktat a labda után. A másik labda jó messzire a műfüves pályán túl, vagy pályán belül. Ez már mit sem változtat azon, hogy továbbra is esik az eső, a nézők kitartanak. Rengeteg esernyő van, ahogy mondtam, kb. 300 néző itt a rangadón megye egyben. És ahhoz képest, hogy milyen körülmények vannak a fiúkat, dicséret illeti, hiszen hajtanak, mennek. Persze kis rafkóság mindig van a játékban. Itt a vonat is megjött. Ilyenkor szoktak dudálni, fütyülni. Ez most nem történt meg. Hosszú magas kirúgás, egy csúsztatott fejes, Vencel csúsztatta tovább. Lehet bizony zavarni, Gégény zavar. Somogyi. Elrúgás követően fűre huppant Kálai. Illetve Jakab, bocsánat, Jakab. Somogyi Márk egyet tovább, Hortó. Bogdanovics segít be, Hortó indul meg a bal oldalon, és nem ő kapja ugyan, de Szabó. Jakab. Egybeívelés, vagy belőtt labda, és sikerült tisztázni. Lukács emelte ki, de csak ideig, óráig. Ohár. Lakatos a túloldalon.
már is jön a belőtt labda, és egyből ki. Most olyan kibe, tiki-taki, egy kezezés volt. Szabó Márton kezére pattant rá a labda, nem volt szándékos ugyan, mondja a Veres János, úgyhogy ettől függetlenül kezezés volt. Bármelyik kezezés nem nagyon szándékos, hát ritka az olyan, de van. Lakatos. Próbálnak ott zavart kelteni többen is, Szabó Márton is többek között. Újabb csere a Rakamas csapatából. 19-essel Lukács Bence hagyja el a játékteret. Lassan, komótosan. Tizennyolcassal Filetót István a helyére. Védő-védő helyett természetesen. De jön a dobás, Lakatos nagy bedobása. Megpattan, lepattan. Filetót már játékba is avatkozhat gyorsan. Lakatosról vágódik ki a labda. Bedobás a Rakamas javára. Veres János állítja meg a játékot. Ápolás lesz belőle. Mirgai László is cserére határozza el magát, úgy látszik, előbb-utóbb. Szabó Mártont kell ápolni egyéb iránt, és valószínű, hogy cserélni is kell Szabót. Fájdalmasan lesántikál. Egy kis frissítő mindenkinek jót tesz. Valószínűleg emiatt az ápolás miatt lesz is majd hosszabbítás. Az első fél időt Veres János precízen, pontosan másodpercre fújta le. Ott nem volt hosszabbítás akkor. Na, ugye jött a vonatfütty, amire az előbb céloztam. Ilyenkor belenéznek a vonaton tartózkodók a bajnoki mérkőzésbe. Mindeközben a Rakamasi támadás van kialakulóban. Mondom én. De Anderka kénytelen volt visszafele cselezni. Aztán Majoros lábáról perdül ki a labda az oldalvonalon, túlra bosszankodnak, Balkányiak már nem annyira. És megint Rakamasi lábon a labda, most már Balkányi lábon, tehát most Gégény pedig a gyepen. A Lippai nem kap sárgát még, ez az utolsó ennyi-bennyi volt. Veres János részéről jöhet viszont egy szabadrúgás, ami gyors elvégzése után ott a bal oldalon Suskó ívelt be. Hát volt valami kis rángatózás, de szabálytalanság nem történt a jelek szerint. Ohár fordít, Bogdanovics elengedi, mindenki elengedi, így könnyű, Gégény. Nos, lássuk, mi lesz ebből. Ez még így mindenképpen jó lehet. Anderka nem lőtte el. Azt vártam, hogy Anderka rálövi, de nem tette. Fordulhat a kocka. Most a kocogósabb lett egy picit a tempó. Somogyi Márk elég hamar lerendezte a mezét, és egy nagyon rossz passz. Hortó Attila bosszankodik egy sort.
Hát egy kicsit hátrébb kell menni, igen. Csáki József. De közben egy csere is van, természetesen. Ezért is áll a játék. Nem csak azért, mert jött előre Csáki. Somogyi Márk ment le a pályáról, ha jól láttam a mezén. Nem sok szám látszott ott a sok sártól. Bedobás követően Gégény. Iván jött be egyébként az előbb 11-essel. Keménynek tűnő szabálytalanság, jogos a szabadrúgás. De lényegében úgy tűnik, hogy nincs nagy baj. Bogdanovics a labda mögött. Igen, most eléggé törredezik a játék, sok a szabálytalanság, csere. Kevés a foci, Bogdanovics ível előre és kifejelt labda. Erre le lehet csapni, meg is történt. Egy bedobásra mondanánk, hogy jó, nagyon mérges Anderka a partjelzőre. Hortó végzi el, Bogdanovics. Majoros, rángatja egy picit Bogdanovics, még mindig. Rossz a passz, és így fordulhat a támadás menete, Gégény. Több a fehér, mint a piros. Anderka Richard a bal oldalon, bent Gégény mutatja magát, Anderka befelé, Gégény, vissza passz, és abba jól lép bele a balkányi védelem. Így aztán Olá Dávid nyugodtan végezhette el a kidobást, Lakatos pöcizi jobbra a labdát, és kapnál vissza, mondom én, de ebből nem lesz semmi. Lesz belőle viszont egy balkányi dobás, Lakatos kapja. Illetve nem Lakatos, bocsánat, ettől függetlenül már Rakamazi lábon a labda. Kirúgás. Lassan-lassan a második fél időből is eltelik egy fél óra. Fél időt nézve a 28. percben járunk. 1-1 a mérkőzés állása. És most már azért valljuk be őszintén, hogy percek óta nem sok minden történik a pályán, inkább küzdelem van. Mondhatnánk azt is, hogy a pálya legyőzi a játékosokat, rettenetesen csúszik, és azért mély is valahol. De most sikerül Csákinak megíramodni, Csáki még mindig nagyon jónak tűnik a passz, és az utolsó pillanatban Kondor Milán. Bizony, bizony. Ha ő ott nem jön, akkor Filetót odaérhetett volna akár gólba is. Így viszont marad egy Suskó Ádám féle bedobás az oldalvonalról. Hokk kapu felé veszi az irányt és megpróbálkozik egy lövéssel, ami egyelőre kivágódik. És jöhet az ellentámadás balkányi részről. Remek a cselés, amit látták, ki is használta ezt. Iván kapja vissza, Iván, ez a megkerülés, ez már nem lesz túl jó. Majoros. Megelőző becsúszó szerelés jó volt Lippai részéről. Jobboldali balkányi akció. Jakab, belőtt labda! Hát bizony. Kálai néz körül, hogy gyerekek, nem szólt senki, akkor én most ebbe beletettem a lábam. Nem biztos, hogy rossz döntést hozott. Lehet, hogy mások szerint igen, mondjuk Bogdanovics, aki ott volt egy kicsivel beljebb, és talán ha hozzájut a labda, akkor gólban köt ki. Így viszont Szobonya Gábor az, aki letette most ezt a játékszert az ötösre, és jöhet a kirúgás. Közben próbálok nézni, hogy lesz-e még csere a közeljövőben, most egyelőre úgy tűnik, hogy nem.
Hortó. Fölnéz. Iván remekül teszi maga elé. Itt a bal oldalon beemelt labda. Ez pont Jakab lábára ez a felszabadítás, ha annak lehet nevezni. De már ott a jobb oldalon, és az pedig Szobonya kezében köt ki. Picit határozottabb focival rukkol elő most megint a Balkány. Egyelőre viszont nem veszélyesek most kapura. Úgy, ahogy azt tették az első fél időben, illetve a második fél idő elején. Gyors szabadrugás elvégzése. Anderka másodjára is a gyepre fűre kerül. És most megkapja a sárgáját Lippai. Egy jó 10 perccel ezelőtt figyelmeztette már őt Veres János, hogy itt volt a vége, fuss el véle. És akkor várható volt, hogy a következőre már kapja a sárgát, kapja is. Kár még reklamálni. De hát megbeszélik azért a fiúk, hogy mi is történt valójában. Egy biztos, hogy a szabadrugást azt a rakamasz gárdája fogja elvégezni. Majoros van a labda mögött. Na nézzük, ki fogja elvégezni. Kóka is, aki letette. Hát olyan 26-27 méter a kapuval szemben, négytagú sorfal, ez jó lehet egy gólra, kérem szépen. 0-ásuk, Majoros. Jó bizony, és meg is pattant Olá Dávid előtt a labda. Ha ez jobban szélre megy, akkor még ebből lehetett volna akármi is. De az akármiből lett egy kirúgás, Olá fölrúgja az égbe. Kóka fejelte vissza, Hortó iramodik érte, és Gégény. Gégény nyújtott lábbal át, nem volt elég, nem volt olyan sportszerű, de Gégény azért ettől függetlenül oda nyújtja a kezét. Ez már viszont nagyon szimpatikus történet. Szabadrugás jogos. Utolsó negyed órán belül vagyunk a második félidőben, 1-1-es eredmény állásnál itt a rangadón, a megye egybe rakamazon, piros, tiszta pirosban ugye a hazai gárda szerzett vezetést, a 38. percben Majoros révén egy szögletet követően egy szép fejesből, és aztán a második fél időben, 50. percben Kálai szintén egy szögletet követően, de úgy kapcsolva hozzá, egyenlített szemfüles góllal. Ez tehát eddig a mérkőzés története, no meg az, hogy mindkét csapat még azért szerezhetett volna egy-egy gólt, akár kettőt is, de a volna az volna, maradt egy-egy, néhány sárga lap és nem túl durva találkozó, tehát ahhoz képest, hogy milyen a pálya, hogy mennyire csúszik ezzel együtt, most Jakab próbált meg labdát szerezni, egy kirúgás lett belőle, hazai kirúgás következik. Tehát amennyire csúszós a pálya, és folyamatosan esik, itt most már szinte órák óta, ehhez képest nincsenek nagy szabálytalanságok. Van egy-egy méretes becsúszás távolról, de egyéb iránt minden rendben van. A balkányi szurkolók is, hát szerintem félig meddig örülnek a látottak alapján egyenlőre annak, hogy egyenlő az állás. Az edzők már bizonyára más mondanának. Hortó íveli előre. Egy lövés bizony. Bogdanovic csak azért eljutott egy lövésig, már az előbb is. Úgy kicsit számon kértem rajta, hogy miért nem tette ezt. Hiszen ki, ha nem ő, azért próbálkozzon egy-egy lövéssel, sőt többel is. Az ő technikai tudása, még ha kopott is, azért valljuk be őszintén egy remek. Kondor tette előre a labdát, már is megvan a hazai szerelés, és itt lehet menni bizony a jobb oldalon, Csáki József, Gégénynek teszi a labdát, Gégény el is lőhetné, de úgy látszik az a bal láb nem az övé, Filetót vissza, na nézzük, beemelt labda, az pedig Olá Dávidé,
több volt ebben a kontrában, jól is alakult, aztán egy picit elgyengült a vége. Nos, úgy tűnik, hogy most már ez marad, ketté szakadt a pálya, bizony Kállai teszi jobbra Iván, illetve balra Iván egyből be, ott van Bogdanovics, lepattan a labda, visszatett, zsuga, ha mondhatjuk, lövésre, ez viszont úgy maradt, ahogy maradt. Elkerült a kapu jobb oldalát, vagy 5 méterre ez a lövés. Több volt ebben a kontrában is. Elképzelhető, hogy most már ezek fognak dominálni a kontrajáték mindkét oldalon. Nagyon megeszi a lábat ez a csúszós talaj. Tegyük hozzá. 10 perc van hátra a rendes játékidőből. 81. percben járunk. Mondhatjuk azt, hogy a cserék általában jót tettek azért a mai mérkőzésnek, lehet, hogy még lesz benne részünk. Nem történt szabálytalanság, föl is kell gyorsan a rakamazi játékos, Bogdanovics. Szabad az út, szabad a pálya előtte, teszi ki Lakatosnak, eléggé kisodródott így Lakatos, íveli is be, lepattan, és Lakatos megelégedik egy dobással. Csak nincs társa, aztán most csak keveredik, kerekedik. Jakab, egyből lő, emel kapura, ez Szobonyának ez. Azért még elvetődik vele. Hát, hogy meg vannak elégedve a rakamazi srácok a pontszerzéssel. Gégény. Még itt azért lehet ebből több is. Gégény, hátrálnak a balkányi védők. Gégény viszi be a sűrűbe. És egy társat talán magának, Gégén kapnál vissza, de az Hortó jobb helyzetben van. Iván, voltak jó mozzanatai, úgy indult, aztán kicsit most eltűnt a mezőnyben. Iván Jakab, egy visszarántás, Ohárt, de Ohár nagy lendülettel, és aztán most esik föl. Úgy tűnik, hogy ebből lesz egy hazai sárga. Ha jól látom, Kóka, Robi kapta. Úgyhogy bekönyvelésre kerül. Három egy a sárga arány, ennyire vezet a rakamaz, a mérkőzés állása pedig 1-1. Bogdanovics a labda mögött. Lipai is ott van, Ohár is, na nézzük, Lipai felé szállt volna, de aztán fej, láb érintése nélkül hagyja el a játékteret a labda, Szobonya Gábor pedig az ő tempójában, amit már megszokhattunk, kocog a labdáért, pedig ott van a másik játékszer is a kapu mögött, no, neki ez tetszett. Deme fogja kirúgni a labdát. Próbálják egymás győzködni a balkányi labdarúgók, hogy gyerünk még. Van ebben a meccsben, hát van is tulajdonképpen egy 7 perc a rendes játékidőből. File Tóth csúszott meg, de jó a csel befelé. És aztán könnyű a szerelés. Anderka elől szereltek, Lakatos pedig kiharcol egy bedobást a balkányi csapat javára. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem lesz csere, még melegítenek rakamazi játékosok. A balkányiaknál összesen érdés mond. Nem melegít senki. Talán csak egy játékos van. Lakatos. Jó volt a csel, kevésbé volt jó a passz. Pont a szurkoló tábor előtt. A balkányi szurkoló tábor is ugye tőlünk balra, szembe. Osztja az igét, és azért szurkolnak, jöttek egy autóbusznyian. Anderka
tépik, húzzák a mezét, ami meg is kap egy sárga lapot. Kondor Milán, jogos, tegyük hozzá. Veres János játékvezető elégelte meg. Szokásos helyezkedés a 16-os vonalánál. Védők is persze gólt szerezni kívánó hazaiak. Meglátjuk, mi lesz. Tulajdonképpen 5 perc van hátra a rendes játékidőből, a 86. percben járunk. 1-1-es állásnál. Jónak tűnik az ívelés, aztán sikerül Hortónak, a Balkányi kapitánynak kifejelni a labdát az oldalvonalon túlra. Soskó végezte el ugye a szabadrugást, itt pedig Gégény keres társat. Nézzük, talál-e. Ez jónak tűnik, bizony, Majoros, megpattan a lövés, így lehetett volna jobb, még mindig Gégény, megcélozza a jobb felsőt. Hát, ha az lejjebb megy, de nincs ha. Valamit látott a partjelző, és most megbeszélik az asszisztenssel közösen. Veres János játékvezető. Úgy tűnik, hogy a nézők inzultálják. Az asszisztenst. Hát igen, itt eléggé közel vannak a oldalvonalhoz. Itt a szurkolók aztán tudják adni az ívet. Iván kapott egy lökést. Véleményem szerint ebből lehet viszont valami. Egy szabad rugás. Megint csak Anderka Rihárd került a gyepre. Sokat tesz azért, hogy a csapat meccsben maradjon, tegyük hozzá. És továbbra is mondom, hogy igen, veszélyes dolgok lehetnek ezek a szabadrugások, beívelések. Lepattan a labda, megcsúszik a füvön, és már egy láb kapuba is pofozhatja. És úgy, ahogy az előbb, most is Suskó a labda mögött, három tagú vendégsorfal, akár rá is teheti, tekerheti. 26-27 méter biztos van a távolság, vagy még talán több is. Nézzük Suskót, nem tekeri kapura, ott viszont... Jönnek az érkezők, egy kipatta labda, lövés! Hortó vágta ki. Vencel kapura lövését mondjuk így, aztán kicsi rakás, nagyot kíván. Éppen most próbálják összeszedni magukat a 16-oson belül. Mindeközben Iván itt a bal oldalon kapja a labdát, és jó a csel. Csáki ment el a cselre, ott bent üresen. Szabad ember, visszafejelt labda, és remekül vetődik. Előre Kóka, Lakatosig jut a labda, Lakatos kifelé cselez. Filetót a nyakán. Jó, a bepassz, Kálai, elesik, semmi. Lehet, hogy volt egy kis messzhúzás, ravasz módon. Egy bő másfél perc a rendes játékidőből, én nem láttam még eddig, hogy mennyi a hosszabbítás, lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, no mindegy. Maradjunk annyiban, hogy Gégény vezeti kapura a labdát, kipattan, a bepassz, Jakab teszi jobbra, illetve balra, bocsánat, Bogdanovicsig nem jut el, Iván labdája, Gégény viszont kapu felé veszi az irányt, Anderka. Még mindig Anderka, és aztán most kapja Csáki. Már a nézők is szóltak neki, hogy itt van Csáki. Gégény elől, sima szerelés, nem volt szabálytalanság. Csáki már hátul, kicsit hosszan veszi, teszi maga elé, kénytelen hazapasszolni Szobonyának, aki aztán vissza Csákinak.
utolsó percen belül a rendes játékidőben 1-1. Rakamaz Balkány rangadón. És végig esőben, csúszós pályán, de tegyük hozzá azért, hogy hozzák a labdarúgók, biztos, hogy dicsérhetik, mert nincsenek nagy tócsák, sőt, tócsa egyáltalán nincs. Meglátszanak viszont a sérülések a füvön. De térjünk vissza a találkozóhoz, Kóka szerez labdát, Kóka, Gégény, na nézzük, oldalra passz Filetótnak, Filetót! Jelzőket lehet keresni, hogy hova rúgta a labdát, és ebben a pillanatban vége a találkozónak, nincs hosszabbítás, pedig volt ápolás. 1-1 a bajnoki rangadó mérkőzés a megye első osztályban, Rakamazi Spartakusz Balkány ese 1-1. Az első félidőben Majoros szerzett vezetést a 38. percben. A hazai csapat számára a másodfélidő 50. percében Kálai egyenlített. Én azt mondom, hogy a látott játék alapján jogos a pontosztozkodás, és a tabellán szerintem ugyanúgy marad mindenki a helyén. Én a magam részéről búcsúzok, és Pongó Béla barátom, aki rögzítette ezt mindezt, és küldtük fel az űrbe, ha lehet így mondani, a Facebookra. Remélem sokan látták. Fodor Gábor voltam, a viszontlátásra. Nem sokára majd találkozunk ismét a pálya széléről. A viszontlátásra.